Elkészült a nagy Facebook körkép Magyarországon. Ezt a Be Social és a szeretlekmagyarország.hu készítette 5000 ember megkérdezésével. Egyetlen információt emelek ki most egyébként az 5 perces interjúmból, amit egyébként a YouTube csatornánkon újra lehet nézni. Ganzler Orsolya, a szeretlekmagyarország.hu kommunikációs vezetője nyilatkozott nekünk, és arról is szó esett ebben, hogy a mai magyar Facebook felhasználók negyede, ötöde körülbelül még hajlandó lenne fizetni is a Facebook használatáért. Körülbelül 1000 forintos összeg jött ki. Sőt, hogyha még egy kicsit megtoltuk a kérdést módosítva, úgyhogy ha reklámmentes lenne a Facebook, akkor hajlandóak lennének-e fizetni érte, akkor ez a létszám még emelkedett is, egy 20%-ról fölmegy mondjuk 26%-ra, az, ami azért már a felhasználók egy negyede, és ott még az összeg is növekedni tudott, tehát már ott lennének többen olyanok, akik akár 2500, sőt 5000 forintot is fizetnének a Facebook használatért, ha az reklámmentes lenne. Van egy-két annyira elvakult Facebookozó, akinek ez minden pénzt megér, de lehet, hogy azt már csak poénból választotta. Minden esetre az látszik, hogy a legtöbben azért még mindig abban a kategóriába tartoznak, akik csak akkor használnák, hogyha ez ingyen van, hiszen ez nekik így jó, így kényelmes. Viszont látszik, hogy van egy ilyen fizetőképes kereslet, akinek egy reklámmentes Facebook az kellően vonzó lehet. Ganzler Orsolyát hallottuk, és azért emlékszünk mindannyian, hogy a Facebook nyitó képernyőjén van egy ilyen felirat, hogy ingyenes, és az is marad. Igen. Tehát szerintem nagyon ijedeznünk nem kell, hogy majd árat vezetnek be. Szerintem már most is fizetnek az emberek a Facebookért, csak nem tudják, hogy nem forintban fizetnek, hanem az adataikkal, kapcsolataikkal, az idejükkel. Figyelmükkel. Az idejükkel, figyelmükkel, igen. Meg egyszer a feltöltött adataikkal. Pontosan. Tehát azért ne felejtsük el bármit, amit a Facebookon megosztunk, az a Facebooké. Elképzelhető lenne azért olyan felállás, amikor ti fizetnétek a Facebookért? Biztos, hogy nem. De vitatkoznék egy mondatban, tehát nem a Facebooké. Ebből volt a Zuckerbergnek a hatalmas botránya, hogy ez nagyon, nagyon nem a Facebooké, amit feltöltünk, csak a Facebook azt szeretné, vagy hát azt szerette volna, de már aztán most már végképp nem. Tehát lehet azért reklamálni. Igen, tehát ez a jogi vita. Erről beszélek, tehát lehet reklamálni, amit én állítottam elő, én adatom, enyém, én fényképem, én szövegem, én szellemi termékcsön. És egyébként, ha meg nem tetszik, amikor reklamálhatok, tehát ez a dolog pont fordítva kellene, hogy működjön. Nyilvánvalóan erről folyt a nagy vita, de hogy fizetni akarnánk-e vagy sem. Én egy picit megkerülném ezt a kérdést, és abba akaszkodnék bele egy kicsit, hogy a felmérés szerint sokan hajlandóak lennének többet fizetni azért, hogyha nem lenne reklám a Facebookon. Én fölteszem azt a kérdést, hogy biztos, hogy jobb lenne ez a szolgáltatás, ha nem lennének reklámok a Facebookon? Szerintem az én számomra csökkenne az értéke, mert a Facebook reklámok azért, ezt lehet nagyon utálni, de azért mégis valamilyen módon kötődnek az én szokásaimhoz. Igen, bevallom, volt már olyan alkalom, amikor Facebook reklámon keresztül nekem valami előnyös információ jutott el hozzám, sokkal könnyebben, mint hogyha meg kellett volna ezt keresnem. Milyen jó hallani tőled, Zoli. Hát visszakereshetnék egy régi felvételt, amikor így az élő adásban morogtál, hogy reklámokat, az biztos, hogy kikapcsolnád. Én ilyet biztos, hogy nem találnám. Ilyet biztos, jó, hogy nem találnám. Én kezdettől fogva mindig is a médiában reklám párti voltam, mert pontosan tudom, hogy a média hogy működik, és hogy a reklám nélkül a mai modern média elképzelhetetlen. Beszéljünk akár közösségi médiáról, akár mainstream médiáról. Mert ez nem is csak olyan direkt reklámok vannak, amikor oldalt megjelenik, hogy vegyél cipőt, ruhát, vagy bármit, hanem ugye egy ajánlott program, egy ajánlott beszélgetés, egy ajánlott könyv, vagy az ismerőseink ajánlatai, amik nyilván érdekelnek minket, illetve nagyobb eséllyel érdekelnek, mint egy idegené. Tehát, hogy az emberek létrehozzák ugye ezt a buborékját, ezt a érdeklődési buborékot, és azon belül kialakítanak egy hozzáférést az információkhoz, és jobban kényelmesebb, mint a rengeteg nagy információs tömegből kiszűrni. Ezt már a Facebook algoritmus elvégzi. A nagy Facebook körképről további részleteket lehet hallani tehát a YouTube csatornánkon. Ganzler Orsolyával készített interjúnkat érdemes tehát visszakeresni. Van még egy részletünk az NEST 50 kiállításról. Ugye a rövidítés azt jelenti, hogy Neumann János Számítógép Tudományi Társaság. Képes Gábor muzeológus barátunk a szegedi kiállítás helyszínéről jelentkezett be a YouTube csatornánkra, és ebből a bejelentkezésből azt a részt mutatjuk, amikor bizony robotokat mutat meg.
És hát a társaságunknak egy nagyon fontos témaköre a robotika, ez már tényleg a jövő befolyásolása. Itt mögöttem ő Simon, ő a Neumann Társaság tagja. Tehát amellett, hogy a legfiatalabbaktól a legidősebbekig azért 50 év alatt igen sok tagunk lett, van egy robot tagunk is, ő a robotika szakosztályunk alapító tagja, Pécskai Balázs építette. Alatta pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett ez a kis csatár robot, ő egy focizó robot, Simon Béláné Ági hozta el nekünk, ő a ottani területi szervezetünknek a vezetője, és ez a robot a Magyar Ifjúsági Robot Kupát szimbolizálja. Társaságunk nagyon sok robotika versenyt és robotika kezdeményezést támogat. Szegeden a Szent György Albert Agorában látható, tehát az NIST 50 kiállítás. Ott a vitrin alsó részén azért nehezen volt kivehető, hogy ez egy csatárrobot. Elhisszük Gábornak, hogy ez tényleg igen, az igen. És ez egyébként fontos dolog, hogy most az új NAT koncepcióban, a Nemzeti Alaptantervben is előtérbe került a robotika algoritmikus gondolkodás oktatása, tehát ez most már abszolút benne van a fősodorban, az erre való készülés. Már nem tudjuk elkerülni. A közelső lépéseket a pedagógusok megtehetik akár Szegeden. Most már igen. Most már az utcán nem tudunk úgy végigmenni, hogy ne lássunk robotokat. Én most láttam a Giroszosnál egy szeletelő robotot, ami a hús szeleteli. Ez mondjuk nem kell félnünk tőle, hogy kinek veszi el a munkáját a hús szeletelőknek. De miért a te konyhabeli munkádat elvehetné, nem? Csökkentheti. Jó, ez még egy kezdetleges dolog, de hát egyre inkább. Tehát a robotok már itt járnak köztünk, hanem nem a Spice-ban vannak. Milyen komplex kérdés, hogyha valaki elveszi egy vendég, egy robot elveszi egy vendégmunkás munkáját, akkor vajon milyen esettel állunk szemben? Milyen? De a kedvencem az volt ebben a bejátszóban, hogy egy kerek fél másodpercig azt hittem, hogy a kisebb robotot azt Simon Béláné Áginak hívják, és ezt imádtam. És még egy fontos tétel ide, hogy Simonban a robotban ugye az tetszik nekem, hogy hát ha ő valamit elront, akkor ő Simon kérhető érte. Tehát. Viszont én ezek mellett borzasztóan örülök annak, hogy van nekünk egy 50 éves Neumann társaságunk, és egyébként olyan szellemi terméket és olyan szellemi, hogy is mondjam, csak eredményeket mutattak fel ebben a fél évszázadban, amit nagyon-nagyon-nagyon kevés magyar intézmény mutathat fel. Úgyhogy az egész társaságnak, azon belül Alföld István ügyvezetőnek és Képes Gábor barátunknak is igen. Gratulálunk ezen az 50. születésnapon, mert hogy idén 50 éves az NIST.